utolsó másodpercek. Hopp, ott egy lóval gond van. Nagyszer sem nagyon bír magával, de én egy másik lovat is látok, ami problematikusabb. Úgy tűnik, most mindenki bent van. Stop! Elindult az overdose, remekül ugrott ki az egész mezőny a gépből, viszont a lovas nélkül jött el. Invisible Bead. Invisible Bead-en tehát nincsen lovas, ennek különösebb jelentősége nincs, talán nem fogja zavarni a többieket. Blackheart nagyon jól kezd belül, kívül pedig jól jött el Alofkona. Alofkona, valamint Makám 2-s és Blackheart 3-asa, ők hárman vannak, nem Blackheart kicsit most már hátrébb zárkozik, aki följebb jött, az Zelnik egyértelműen. Zelnike mellett pedig Pöti Arkansil. Zelnike, Makán, Pöti Arkansil a 3-asa az élen, aztán Princess Yu, Alofkona egyre nagyon nehezen kap lábra. Előtte van még Blue Imp is, amikor már csak mindegy jó 400 méter hátra a futamból, továbbra is a szabadlót kószál a mezőny előtt. Makám belül a falon vezet, Makám egyelőre magabiztosan vezet, támadja istálló társa Zelnike. Zelnike az élen van, Pöti Arkansil pedig jön mellette. Zelnike, Pöti Arkansil, hátról pedig Alofkona támad, százal a végelőtt, nem dőlt el semmi. Zelnike vagy Pöti Arkansil vagy Zelnike vagy Alofkona vagy Makám, ez lehet a sorrend, 50-nel a végelőtt, Alofkona jön a végén. Konapöti Arkansil, Makám és Nátszál Zelnike között pedig célfotó lesz. Micsoda verseny, kérem szépen, Alfkona megnyeri. Nem volt neki azért igazája az 1000 méter, de még pont jó. Pont jó volt, pont időben érkezett. Hát nem sokon múlt, hogy Zelnike megmutassa az öregeknek, hogy a fiataloknak is juthat babér. Ott volt, ugye Makám nagyot fut Pöti Arkansil, de mondtuk, hogy azért, hogy Robinson Crusoe-t megverte, igaz, egy picit kedvezőbb beállításból. Igen, Zalán beletalálta be a Pöti Arkansilbe. Hát igen, az 5-8 akkor az zsákban. A harmadik helyre lesz egyébként célfotó Makám, illetve Zelnike között. Hát a szabadló kétségtelen azért ott zavarta. Jött Jaroszláv nyer. Pöti Arkansil, a Zelnike és Makám között pedig egy célfotó. Egyelőre maradjunk ennyiben, hiszen nincs abszolút vonalban a kamera. Tehát 5-ös, 8-as,